Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket, Bibliaolvasó útmutatónk mai kiírt igéivel. Ézsaiás próféta könyvéből így szól hozzánk Isten igéje: mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. Pál apostol pedig így írt Timóteushoz: az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéjét. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Tavaly nyáron több olyan vihar söpört végig az országon, ami jelentős károkat hagyott maga után. Emlékszem, hogy mi sokszor tátott szájjal néztük az autóutakat szegélyező, letarolt fasorokat, gyökerestől kicsavart vastag törzsű fákat, leszakadt vezetékeket. De nem csak a természetet tépázták meg a viharok, hanem az ember alkotásait is. Házakat, tereket, autókat tettek tönkre. Volt, aki arra ébredt, hogy a kertje romokban áll, vagy a kocsija felett hatalmas, félig leszakadt faág lóg vészjóslóan. Volt, akinek a kertjében magasodó fa szomszéd házára dőlt, a főtér közepére pedig bokáig érő pocsolya gyűlt. Ijesztő látványt nyújtott a vihar utáni látkép. Lelki életünket is sokszor viharok rázzák meg. Veszteségek, fájdalmak, hiányosságok, szomorúságok, csalódások. Isten azonban olyan szilárd alapot épített az övéinek, amelyet nem tehet tönkre egyetlen vihar sem. Aki az Istentől kapott alapon áll, az védve van. Ahhoz, hogy erre az alapra ráállhassunk, ahhoz azonban hátra kell hagynunk az összes többi alapot, amibe eddig a bizalmunkat vetettük. Hiszen nem állhatunk két vagy több alapon akkor, amikor a vihar közeledik. Nem húzódhatunk be több tető alá, csak egy tető alá. Választanunk kell, hogy miben, kiben bízunk. Magunktól, másoktól vagy Istentől várjuk a segítséget. Ha Istenbe kapaszkodunk, akkor ő azt ígéri, hogy gondja lesz ránk. Ézsaiás próféta azt mondja, hogy úgy védelmezi Isten az övéit, ahogyan a madár védelmezi kicsinyeit. Ahogyan a sas köröz a fészke felett, hogy megvédje fiókáit az emberektől és a vadaktól, amelyek árthatnának nekik. Isten is ilyen oltalmazó szeretettel veszi körül a benne bízókat minden irányból, hogy a rémítő veszélyektől meg tudja óvni őket. A seregek ura az ő védelmét és gondviselését ígéri nekünk. Forduljunk hát hozzá bátran a viharos és a verőfényes napokon is. Amen.